A gombák az állatok és a növények mellett az élővilág harmadik legnépesebb országát alkotják, egyes alapvető tulajdonságaikban a növényekre, másokban pedig az állatokra hasonlítanak, de összességükben sajátos, egyedi szerveződésű élőlények. A mikológusok véleménye megoszlik a gombafajok számát illetően, becslések szerint a Földön jelenleg 1,5 millió gombafaj lehet. Tudományosan is leírt fajok száma 70 ezer, ebből megközelítőleg 30 ezer az úgynevezett nagy gomba. Azokat a gombákat, amelyek szabad szemmel is jól láthatók, legalább 4 mm nagyságúak, nagy gombáknak nevezzük. A nagy gombák közül kerülnek ki a finom ehető és a leggyakoribb mérgezéseket okozó gombák. Az Zempléni Gombász Egyesület egyik célkitűzése, hogy segítse az itt élőket a gombák titokzatos világában eligazodni. Több alapfokú gombaismereti tanfolyamot indítottak, rendszeresen szerveznek gombakiállítást. A legismertebb ehető és mérgező gombák megismertetése a legfontosabb feladatuk. Hazánkban a halálos kimenetelű mérgezések több mint 90%-át a gyilkos galóca okozza, ezért ezt a gombát mindenkinek ismernie kell. Nagyon fontos, hogy aki az erdőbe megy gombázni, az ismeri a gyilkos galócát. Itt találhatunk több példány, több fejlettségi állapotban. Be is mutatnám, ugye ő egy teljes burokból indul fejlődésnek, ami az alján bocskor formájában marad meg, ez nagyon fontos határozó bélyeg, illetve a részleges burok maradványa a gallér. Tehát, ha egy bocskoros, galléros gombát találunk, akkor az már jó eséllyel gyilkos galóca lehet. Nagyon jól kell ismerni a gombákat ahhoz, hogyha esetleg más, nem mérgező faj, hasonló bélyegekkel rendelkezik, el tudjuk különíteni. Tehát hiába csak egy-két fajt ismerünk, ezt mindenképpen ismernünk kell, hogy még véletlenül se keveredjen a kosarunkba, hiszen ugye nagyon fontos a gombagyűjtés után, hogy gomba szakellenőrnek megmutassuk a gombánkat, ez ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás a városoknak a piacain, és ha belekerül a kosarunkba egy gyilkos galóca, akkor hiába van tele finom ehető gombával, el fogja az egészet venni és sajnos kiborítja, mert ez a szabály rá, hiszen törmelékek belekerülhetnek, hiszen egy ilyen kis példány is akár már több embernek a halálát okozhatja. Itt láttunk egy nagyon fiatal példányt, még nincs is teljesen elszakadva a részleges burok, egy kicsit fejlettebb, ezen is szépen megfigyelhető a bő bocskor, illetve a kalap színéről elmondható, hogy meglehetősen változékony. Sokan úgy gondolják, hogy a legfeltűnőbb gombák a legmérgezőbbek, azonban ez egy tévhit, hiszen a gyilkos galócának mindig ilyen sárgás, zöldes, és ezeknek a különböző árnyalatai figyelhetőek meg. Ez meg egy egészen világos példány, lehet ettől sötétebb zöld is. Nem egy feltűnő gomba, nem gondolnánk róla, hogy ő az, aki valóban halált okoz, pedig tényleg akár egy kalap, egy négytagú családnak a halálát is okozhatja, tehát nagyon oda kell rá figyelnünk. Hol találhatja meg a gombász? Tehát előfordulhat, hogy sok ehető gombafaj mellett ő ott van, ugyanazokat az erdőrészleteket szereti, amelyet például a vargánya vagy a tibor. Igen. Főleg lombos erdőben találkozhatunk vele, igen, akár ezeknek a közkedvelt ehető gombáknak a társaságába, és kedvező időjárás esetén akár nagyszámú példány is előfordulhat, tehát úgymond leszedésre csábíthat, hiszen akár egy kosárnyit is összegyűjthetünk belőle, hogyha megfelelően csapadékos volt az időjárás. Úgyhogy semmiképpen nem ritka gombafaj. Azt hozzá kell tennem, hogyha megtaláljuk, sokan felszokták rúgni, hogy esetleg más lenne szedje, azonban ezt nem ajánlanám, hiszen az erdő ökoszisztémájának ez a faj is ugyanúgy a része, illetve más
Másik oldalról pedig, hogyha a cipünk talpára ragadnak a spórák, akkor még inkább elterjesztjük, tehát nem érjük el vele a kellő óvó hatást, hogyha valaki azért rúgja föl, és egyébként sem szabad fölrúgni a nem ismert gombákat. Voltak itt tévhitekről, hiedelmekről is előadások. Ezzel a gombával kapcsolatban is van néhány csigarágta, nem szereti a pondró. Ezzel mi a helyzet? Igen, ezek tévhitek, mivel ugye csigák, rovarok, alacsonyabb rendű állatok, rájuk nem hat ez a méreganyag, ami az embernél, illetve az emlősöknél halált okoz. Ez az amatoxin, illetve a virotoxin nevezetű méreganyag. Tehát csigarágás, kukacrágás, nem is tudom melyiken láttam, ha most megtöröm a kalapját, elképzelhető, igen, ő is egy kukacos példány, tehát vígan élnek benne a gombaszúnyogoknak, gombalegyeknek a lárvái, semmilyen hatással nincs rájuk a méreganyag, tehát ez nem egy jó szempont, hogy amelyiket a csiga vagy a különböző kukacok megrágták, akkor ezt mi nyugodtan elfogyaszthatjuk, semmiképpen ne vegyük ezt alapul. Nem létezik olyan konyhatechnológiai művelet, ami közömbösítené ezt a halálos mérget. A lappangási idő hosszú, a mérgezési tünetek csak 8 és 24 óra elteltével mutatkoznak. Az első stádiumban hasi görcsök, csillapíthatatlan hányás, hasmenés jelentkezik. Ha a mérgezett ezt az első fázist túlélte, akkor 12 napos jólét után mutatkoznak a májártalom jelei, amit az amatoxin okoz. A gyilkos kalóca mérgezésnek ellenszere nincs. A gyógyítás megnehezíti, hogy az első tünetek megjelenésekor a májkárosító méreg már kifejtette hatását. Általánosságban elmondható, hogy annál súlyosabb mérgezésre lehet számítani, minél hosszabb volt az ételfogyasztás és a tünetek jelentkezése között eltelt idő. A galócák családja egészen rendkívüli. Együtt találhatók benne a legmérgezőbb és legfinomabb gombák. Szerencsére könnyű őket meghatározni, így kicsi az esély, hogy az ízletes és ritka császárgalócát összetévesszük halálosan mérgező testvérével. A császárgalóca a szarvasgomba után a legértékesebb gombafajta. A legfrissebb 2013 őszi környezetvédelmi minisztériumi rendelet szerint a császárgalócát is a magyarországi védett gombák közé sorolták. Eszmei értéke 5000 forint. Vannak ehető galócafajok is, például a császárgalóca. Már a neve is mutatja, hogy ez egy eléggé előkelő helyet foglal el az elfogyasztott gombák sorában, hiszen ez korábban a császároknak a közkedvelt eledele volt. Ha például a régi időkben valaki tudott császárgomba lelőhelyről, és ezt nem osztotta meg a császárral, akkor ez akár halálbüntetést is vonhatott maga után, tehát annyira közkedvelt gomba volt. Ezen a gombán is megfigyelhető a bőbocskor, ami fehér színű, viszont jellegzetessége, hogy ez ilyen, hát nem szabályosan szakadt föl, tehát ilyen virágszíromszerűen igazándiból. Ez fehér színű, azonban a tönkje, a lemezei, a gallérja az sárga színű, a kalapja pedig narancsvörös színű. A légyölő galócával, ugye a mesegombával szokták összekeverni, amelyiknek szintén lehet ilyen fakóbb, tehát nem élénkpiros, hanem ilyen fakóbb változata. Az olyankor fordul elő, ugye ezt tudjuk, hogy fehér pöttyös a légyölő galóca, ez is egy mérgező fajunk. Ha lemossa a pöttyöket az eső a kalapjáról, akkor lehet, azonban annak sosincs bő bocskora, illetve fehérek a lemezei, tehát meg tudjuk őket is különböztetni egymástól. Itt láthatjuk még egy kisebb példányát, amelyik még csak most bújik ki, ez a teljes burok, ami védi a gombát. Savanyú talajú lomberdőkben fordul elő, elsősorban. Itt a képen is láthatunk egy fehérlő vánkos mohát. Általában a különböző mohák jelzik a talajnak a savanyúságát, illetve különböző növényfajok, például a fehéres perje szittyú, amit megtalálhatunk a talajon. Mennyire tipikus nyári gomba a császár? Ez egy kifejezetten nyári, nyárvégi, őszelei gomba.
ilyenkor találkozhatunk vele. Azonban meg kell, hogy említsem, hogy Magyarországon bár nincsen, tehát vannak ugye védett gombafajaink, illetve van egy nem elfogadott, de ajánlott vörös lista, ami szintén a védendő gombafajokat tartalmazza, azon ő is szerepel, tehát hogyha megtaláljuk, illetve más gombák begyűjtésénél is fontos, hogy a nagyon fiatal, illetve a nagyon öreg példányokat ne szedjük le, hiszen ahhoz, hogy meg tudjon újulni a talajban a micélium telep, spóraszórásra van szükség, tehát mindenképpen hagyjunk a területen gombát, hogy meg tudjon újulni és spórát tudjon érlelni. Aki egyszer kóstolta az aranyszínűre sütött, panírba rejtett, kirántott őzlábkalapokat, az biztos, hogy számon tartja, mikor és hol talált rá, és nem restel külön kirándulásokat szervezni e különleges gombavadászatra. A gombák királynőjeként emlegetett őzláb formája kecses és elegáns, és elég nagy ahhoz, hogy a kevésbé avatott gombász is meglelje az erdőben. Ennek a gombának is van gallérja, akár a galócának, de nem a galócafélék, hanem a csiperkefélék családjába sorolható. Az angolok napernyő gombának hívják az őzlábat, ami viszont a kalap alakjára utal. Ez az egyetlen ehető része a gombának. Az igazi gomba kedvelők még a tönkét is felhasználják. Az őzlábgomba egy közkedvelt étkezési faj, valóban könnyen észrevehető, nagyon nem is téveszthető össze más fajjal, hogyha ezeket a szép termetes példányokat szedjük le. Vannak kisebb méretű fajok, azoktól óvainteném a gombafogyasztókat, hiszen vannak itt jóval kisebb, tehát néhány 2-4-5 cm-es kalap átmérőjű példányok, amelyek ugyanolyan méreganyagot tartalmaznak, mint a gyilkos galóca. Tehát, hogyha őzlábat szedünk, és nem ismerjük annyira jól a gombákat, akkor mindenképpen törekedjünk a nagy termetűek szedésére, főleg ez mondjuk egy kisebb példány, szokták mondani, hogy 10 cm fölötti kalapátmérőjűeket szedjünk inkább, abban biztosan nem lehet gond. Vannak közeli rokonai, például a piruló őzlábgomba, amely sérülésre enyhén pirosodik. A nagy őzlábgombának megfigyelhető a tönkjén ez a úgynevezett kígyóbőrszerű mintázat, ami megkülönböztető például a piruló őzlábgombától, annak sima a tönkje. A kalapját fogyasztjuk elsősorban, rántva szerintem a legfinomabb, de pörköltbe is nyugodtan beletehető. A tönkjét el kell távolítani, hát ő már egy eléggé fonyat példány, nem biztos, hogy meg fogom tudni mutatni, de csuklósan kifordítható a tönkje, tehát mint egy gömb csukló szerűen kifordul. És még azt kell megemlíteni, hogy a gallérja az gyűrűszerű, tehát mozgatható a tönkön. És az alja az, hát nem bocskos, hanem gumós, illetve hát a kalapja jól ismert, erősen pikkelyes. Ezeknek már nem fogom tudni, de így kifordul a tönk, mint egy gömbcsuklószerűen, és ez is egy határozó bélyege. Ilyenkor ez nyáron, ősszel, csapadékos időjárás esetén nagy tömegben található. Azonban a tönkje is ugye egy elég jelentős mennyiséget képvisel a gombába. Nem muszáj eldobnunk. Fogyasztanásra nem ajánlom, mert hát nagyon rostos ugye ezt a hatalmas kalapot tartani kell. Tehát ezt semmiképpen ne fogyasszuk el, viszont ha megszárítjuk és porrá őrüljük, akkor térre eltehetjük, és nagyon jó fűszer a különböző húsételekbe vagy egyéb felhasználásra. A szláv népek a vargányát, főleg az ízletes vargányát tartják a gombának. Még a vargánya elnevezés is a horvátoktól ered. A gombászok és a botanikusok még ma is vitatkoznak, hogy a vargányák számos változata közül melyiket érdemes külön fajnak tekinteni. Minden vargányára jellemző, hogy tűlevelű fákkal élnek szimbiózisban, és gombafonalaival gyökérzetükhöz kapcsolódnak. Ez egy nyári vargánya, amit láthatunk most. Egyébként a nyári és az ízletes vargánya közel egy időben, hát az ízletes egy picivel később, de
De ha nagyon kedvező, meg az időjárási feltételek, ugye nagyon sok a csapadék, akár teljesen egyszerre is megjelenhetnek. Vannak még egyéb rokonfajok, vörösbarna vagy bronzos vargánya, ezek is nagyon értékes és ízletes gombafajok, de csak inkább színezetükben és kisebb határozó bélyegekben térnek el. Kifejezetten a savanyú talajt kedveli, tehát a mohás, lomberdőben fordul elő, főleg a mohás területeken. Hát általában mindenkinek van egy jó vargányos helye, amit igyekszik megőrizni, de hát általában azért ezeket tudják mások is. Most nincs olyan, nem olyan nedves az erdő, keveset találunk belőle, de eső után egy héttel, körülbelül két héttel lehet találni. Nyár elején volt egy elég jó időszak, amikor lehetett belőle bőven szedni. Ősszel is lesz még valószínűleg több hulláma, ugye ez mindig a csapadéknak a függvénye, hiszen tudjuk, a gombáknak akár a 95 vagy még több százaléka is víz, tehát mindenféleképpen a termőtest képzéshez csapadékra, nedvességre van szükségük. Ugye az eddigi gombafajok lemezesek voltak, ugye az őzlábgomba is egy lemezes termőrétegű, illetve a galócák is. Ő egy csöves termőrétegű gomba, tehát ilyen szivacsos a kalap alatti része, ott termelődnek a spórák, ezt is nyugodtan elfogyaszthatjuk, amíg fiatal a gomba. Amikor már megérnek a spórák, akkor ilyen olívaolajhoz színű, olívaolajhoz hasonló színt vesz föl, akkor már nem biztos, hogy annyira ízletes, olyankor leszokták fejteni azt a réteget. Sajnos a kukacok is nagyon szeretik, tehát ezt is mérlegelnünk kell. Ha nem nagyon kukacrágta, csak egy-két járatot találunk benne, akkor érdemes felszeletelni véknyan és megszárítani. A kukacok kipotyognak belőle, és szárított gombaként felhasználható a későbbiekben. Itt a tönk és a kalap egyaránt használható? Egyaránt használható, hiszen sokszor találkozunk olyan példányokkal, kétféle, hát illetve átmeneti alakok is lehetnek, kétféle alak. Ez is látjuk, hogy egy kicsit hasas a tönk, lehet még ettől is hasasabb, vagy teljesen oszlopos tönkű is lehet. Ha hasas, akkor általában a kalap kisebb, tehát a arányaiban kisebb. Ha oszlopos a tönk, akkor általában olyan fele-fele arányú. Mind a kettő, az ugyanaz a faj valószínű, amelyiknek oszlopos, meg hasas a tönkje, és... Találunk-e olyat, ami, tehát hogy csomóban találjuk-e őket? Testvéreikkel együtt, hogyan, mi a jellemző? Általában nem csoportosan nő, tehát egyesével nő a talajon, de ahol egyet találunk, ott jó eséllyel találunk többet is, tehát érdemes keresni. Ugye ettől sokkal nagyobbra is meg tud nőni, akár egy 20 cm-es, 25 cm-es kalapátmérőt is képes elérni. Mondjuk általában azok az öregebb példányok, azok már kukacosabbak. A gombász az ízletes vargánya mellett rokonait is örömmel látja a kosarában és az asztalán. A tinúrok könnyen felismerhető gombák, elég csak a kalapjuk alá nézni, és jellegzetes csövecskékből álló, könnyen lehúzható termőrétegükről azonnal tudjuk, hogy tinórut találtunk. A tinóruk együtt élnek a fákkal, gyakran a társfa azonosítása segít a tinóru meghatározásában. A molyhos tinóru fajokkal is találkoztunk, ezek kisebb termetőek, vékony tönkűek, illetve a fenyőkkel gyökérkapcsolatban élő gombák voltak most a dominánsabbak. Ez egy szemcsés nyelű fenyő tinóru, ő a két tűs fenyőkkel él gyökérkapcsolatban, tehát a fekete és az erdei fenyővel, illetve vörös fenyővel gyökérkapcsolatban élő gombákat találtunk még, több ritka fajt is, amelyek nem minden évben jelennek meg. Ez nagy öröm a gombászok számára, sokan most láttak először itt a táborban is ilyen gombákat. Erről a szemcsésnyelű fenyőtinóról azt kell tudni, hogy
A kalap bőre meglehetősen tapadós, ő már egy kicsit meg van száradva, nem is teljesen fiatal. Itt egy fiatalabb példány, azonban már ő is tegnap lett leszedve, tehát már fogyasztásra semmiképp nem ajánlanám. Ragadós a kalap bőre, ezért célszerű eltávolítani. Lehet, hogy ezt már nem fogom tudni olyan könnyen, hogy nem friss szedés, de lejön egyben, vagy több nagyobb darabban, tehát ezt leszoktuk húzni. Nem mindenki teszi ezt meg, tehát nem lesz semmi bajunk, ha ezt nem tesszük meg, de nagyon szépen lejön a kalap bőre, és ez a ragadós bőr ez eldobható. Egyaránt fogyasztható a kalap és a tönk is, itt is ugye a kukacokra kell figyelni. Ő egy nem annyira ízletes, kicsit savanykás ízű gomba, de keverék gombaként, gombapörköltbe ő is közkedvelt, és viszonylag sokat találhatunk belőle. Itt a tinórúféléknél van sok nem ehető példány, és amivel lehet esetleg őket keverni? Igen, vannak nem ehető és mérgező példányok. Azokban általában a pirosas szín megjelenik. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem ehető, illetve nagyon sok tinóru faj, ha ketté vágjuk, elszíneződik. Akár nagyon erős kék színeződést is mutathat, vagy például az érdes tinóruak, azok szürkére, hát először rózsaszínre, vagy kékeszöldre, aztán pedig szürkére és feketére színeződnek. De ez nem jelenti azt, hogy nem ehetőek vagy mérgezőek lennének, tehát itt is ismerni kell, hogy melyik a faji bélyeg. Hát ugye szép magyar nyelvünk kifejezi például a farkastinóru, a sátántinóru, tehát amelyikben ezek a nevek szerepelnek, azok a mérgezőek. Ezeket viszonylag könnyen meg lehet ismerni, de hát gombászás után mindenképpen gombaszak ellenőrnek mutassuk meg, és akkor ő teljes biztonsággal ki tudja válogatni, hogy melyek azok, amelyek nem ehetőek. A rendkívül száraz nyár és a csapadékszegény ősz miatt csak az igen szárazságtűrő fajokat lelhetjük meg. Ilyen a fehér tejű keserű gomba, amely igen sokáig terem. Igaz, keserű íze megosztja a még gomba szerető gurmanokat is, ám jutúróval, szalonnával megsütve igazán különleges eledel lesz belőle. A keserű gombák kifejezetten szárazságtűrő fajok, tehát nyáron, amikor nincs az erdőben más gomba, akkor is találkozhatunk velük. Fehér tejű keserű gomba az, amit előszeretettel fogyasztanak, akár itt a Zemplénben is, egyébként Erdélyben közkedvelt étel. Speciális elkészítési módja van, a tönkét levágjuk, és szalonazsíron vagy vajon célszerű megpirítani. Enyhén kesernyi és ízű, de ez ilyen pikáns. Valaki nagyon szereti, valakinek nem ízlik, de szerintem egy finom étkezési faj. Ha megvágjuk, akkor fehér tejnedve tereszt, amelyik csípős, ha megnyaljuk. Ezek már tegnap kerültek leszedésre, ezek a gombák, tehát most már sajnos a tejnedv az nem annyira figyelhető meg, de ha itt megtöröm például, hát nagyon gyengén ereszti már ezt a fehér tejnedvet. Lomberdőben fordul elő ő is. Van az ő kalapja sima, azonban van egy nagyon közeli rokona, a pelyhes keserű gomba, annak enyhén nemezes a kalapja, még csípősebb, azt viszont nem ajánlom már étkezésre, tehát ez egy nem ehető gombafaj. Össze lehet-e nagyon téveszteni a nem ehető társával? Meglehetősen hasonlóak, azonban ha egyszer már fogtuk a kezünkbe, akkor könnyen elkülöníthetőek. Nagyon sűrűek a lemezei a fehér tejű keserű gombának, a pelyhes keserű gombának is sűrűek, azonban ha a kettőt egymás mellé tesszük, ritkábbak. Könyvek ritkának írják, azonban az is sűrű, csak a kettő viszonya másabb, tehát ritkább, mint a fehér tejűjé. Vannak gombák, amelyeknél igaz csak a gombaszakértők számára a kóstolás a meghatározás bevett eszköze. Ilyenek a galambgombák. Megkapó színekben pompáznak, és a fajok mintegy fele ehető, másik részük enyhén mérgező.
A galambgombák igen különböző méretűek lehetnek, az egészen kicsiktől a termetesekig, sokféle teremerdeinkben. Sima selyemfényű vagy bársonyos felszínűek, ritkán nyálkásak, többnyire különböző élénk színekben pompáznak a kékes lilától az élénk pirosas vagy sárgás árnyalatokig. Mi most a kékhátú galambgombával ismerkedünk meg. Ez egy kékhátú galambgomba, amelynek az esetek nagyon kis százalékában kék a kalapszíne, viszont bármilyen más ez a enyhén lilás, zöldes árnyalat, ez rendszerint megfigyelhető rajta. A kalapbőrt lehúzva is ilyen lilás árnyalatot figyelhetünk meg, illetve aki már talált galambgombát, tudja, hogy ezek kemény húsú gombák, pattanva törik a húsuk, mint a tejelőgombáknak, és törékenyek nagyon. Azonban a kékhátú galambgombának a többi galambgombához képest rugalmasabbak a lemezei. A többi galambgombánál, ha így végighúzom a kezem, kiperegnek a lemezek, neki rugalmasabbak. Ehető gomba. Fiatalon, vagy inkább idősebben szedjük le? Célszerű fiatalon, mert kukacosodik ez is. Levesben nagyon finom például, vagy vegyes pörköltbe is. A galambgombák egyébként nagyon változatos kalapszínűek, tehát a színskála, minden színe megtalálható köztük, a pirostól, a zöldig, barnáig, sárgáig, mindegyiket megtalálhatjuk, illetve még szokták mondani, hogy a galambgombát meg kell kóstolni, és hogyha csípős ízű, akkor nem ehető vagy mérgező, nyilván attól a kicsitől nem lesz semmi bajunk, ha pedig enyhe ízű, nem csíp, akkor ehető. Azonban a kezdő gombászoknak semmiképpen nem ajánlanám a kóstolgatást, tehát aki nem tudja teljes biztonsággal elkülöníteni, hogy az egy galambgomba, ne kóstolgassa, hiszen például mondjuk egy gyilkos galócából egy kóstolás az akár halállal is végződhet. Az ősz az igazi gombaszezon ideje is. Ilyenkor még a gyakorlatlan, a gombákat csak hírből ismerők is kimerészkednek az erdőbe egy jó gombapaprikás reményében. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy soha ne szedjünk le ismeretlen gombát, és minden esetben vizsgáltassuk meg a kosarunk tartalmát gombaszakellenőrrel. Most pedig egy kis programajánló. A képernyőn az Zempléni Gombász Egyesület októberi eseményeiből láthatnak egy válogatást. Thank you.